Holnap hirdethet csapatot Jean-Claude Juncker, a kulturális posztról elszavazott Navracsics Tibor közlekedési biztos lehet. Lázár János szerint a norvég kormány nem segít, hanem hisztérikusan reagál a civil ügyekre. A heti válasz soros számot emleget. Vendégeink Paprika Kinga újságíró és Ablonci Bálint a heti válasz rovat vezetője. Kívánok, kezdjük a hírvitát, és tegyük hozzá, hogy Navracsics Tibor közlekedési és űrkutatási biztos lehet, mert hogy itt úgy néz ki, hogy az elmúlt napokban dőlt a dominó, és a szlovén biztos jelölt, aki ma délelőtt visszalépett, az ő pozícióját más kapja, és vélhetően a Navracsics Tiborét is, az oktatási, ifjúsági, kulturális tárcát megint más. Sokáig azt gondolták, hogy mivel magát a területet nem tartották jónak Navracsics Tiborhoz, csak átszabják a portfóliót. Most ez egy teljesen új felállás. Ez ilyen szempontból jobb vagy rosszabb magyar szemmel nézve? Hát azért nem tudjuk, mert a demokratikus kontroll alól elszabadult folyamatokkal állunk szembe. Tehát most már az a helyzet tulajdonképpen, hogy Jean-Claude Juncker és a legnagyobb európai pártcsoportok vezetői egyeztetnek, és sakkoznak és Excel táblákat tologatnak. Tehát, hogy egészen pontosan ebből mi sül ki, lehet, hogy közlekedési lesz, én még azt se zárnám ki, hogy némi fazonátszabással marad az, ami volt. Tehát ennek a... Tessék? Moziügyi biztos. De bocsánat, űrkutatást meg kell védem. Egyrészt bármennyire is furcsa, utána néztem, van komoly magyar teljesítmény ebben, tehát vannak olyan űrszondák, amik magyar eszközökkel mennek, és hát össze-európai szinten meg különösen fontos. Ráadásul eddig egy szlovák biztosnál volt ez a terület, tehát ugye Maros Sefcovics a meghallgatáson védte a közlekedési és űrkutatási portfóliót, tehát fele akkora országot még kevésbé jöhetett szóba az űrkutatás. Tehát, jó, hát akkor nem becsüljük. Hát és mi van a Maszattal, a magyar űrszondával, ami tudósaink fejlesztettek és küldtek fel, sőt a Puli nevű fejlesztés. Igen, szóval hogy azért legyünk csak büszkék a saját embereinkre, de Navracsics esetében nem tudok a saját emberünkre különösebben büszke lenni. Az az érzésem, hogy Navracsics Tibor egyébként az eredeti pozícióban képviselni hivatott értékeket pont annyira tudja híven reprezentálni akár az Európai Parlamentben, akár bárhol, mint egy tubus majonéz. Tehát tulajdonképpen halálosan mindegy lett volna, hogy oda küldünk tényleg egy veszett pulikutyát, vagy Navracsics Tibort, aki azt bírja mondani a meghallgatásán, hogy ő nem értett egyet a médiatörvénnyel. Igaz, ugye megszavazta, igaz, ugye még a pártja pénzbüntetését sem vállalta föl, annak a kormánynak az intézkedésével, amivel az ő megfogalmazásában ő már nem tagja, hát akkor kiküldte őt oda a Veresegyházi asszony kórus, hogy mi ez, oda megyek meghallgatásra és eltávolodom a kormánytól, amit egyébként most képviselnem kellene. És nagyon emlékeztet a dolog a Kovács Lászlónak az Európai Bizottságbeli meghallgatásaira, akit annak idején az MSZP küldött oda, és hasonlóan végtelenül dicstelen pályát futott, míg végül a környezet és energiaügyi biztosi poszt helyett adóügyi főember lett, és ott egyébként elég sok munkát el is végzett, de hát úgy tűnik, hogy ilyen válogatott inkompetens embereket küldünk. Igen, de akkor ugye Szájer József azt mondta 2004-ben, hogy megsértette Magyarország hírnevét, és Magyarország hírnevének csorbításáért most Kovács László és Gyurcsány Ferenc felelős, aki őt akkor és felelősek is voltak. És most? Annyi most akkor különbség azért van, tehát egyrészt ugye ez egy politikai helyzet, tehát ő ugye nem a magyar kormány képviseli, bár az Economistnak volt egyszer egy vicces megfogalmazása, hogy szupranacionális cölibátust fogadnak elvileg ezek a derék biztosok, de hát ők elvileg az Európai Unió egységét és az Európai Unió érdekét képviselők, tehát nem képviselheti az adott kormány, az adott tagállam érdekét. Másfelől pedig, tehát hogy mi sért, mi nem sért, azért egyrészt még nincs végleges döntés, másrészt Navracsics Tiborról a bizottság nem azt mondta ki, hogy ő aztán semmilyen szinten nem ért az adott portfólióhoz, hanem azt mondta, hogy egy olyan kormánynak volt a tagja, amely 1-2-3 ezek a problémák voltak. Ugye Kovács Lászlónak más típusú kompetencia probléma volt, tehát ott azért kellett egész egyszerűen portfóliót váltania, mert nem értett ahhoz a területhez, amit elvállalt. Tehát én rossz nyelv, szempontból... szerintem olvastam egy olyat, hogy az volt a gond, hogy angolul adott elő, és hogy a szaknyelvet annyira nem bírta, hogy nem tudta úgy kifejezni magát. Kovács László, ebből szerintem meg kell védenem, ő nagyon jól beszél angolul, csak hát az a
speciális szakterület, ami már akkor is nagyon fontos volt, tehát energiaügyek, látjuk a elmúlt 10 évben is milyen fontosságra tettek szert, ahhoz nem értett, és ebben kellett változtatni. Látszik most is azért, tehát nem csak Navracsicsről beszélünk, hogy említetted te is a szlovén jelöltet. Aki saját magát jelölte. Saját magát jelölt, ugye a brit biztos, akit vissza is rendeltek meg hallgatásra, mert pénzügyi biztosként nem volt megfelelő hozzáállása, mondjuk, sőt, nála is, tehát volt, amire nem tudott válaszolni. Pierre Moscovici-vel kapcsolatban, tehát a francia jelölttel kapcsolatban a jobb oldal volt felháborodva, Navracsics Tiborral kapcsolatban a bal oldal, meg a liberálisok voltak elég erődött teljes politikai kombatáns szituációban, tehát ez csak azért mondom visszautalva a legesleg elejére, tehát itt egy több tényezős politikai mátrixot kell kirakniuk a döntéshozóknak, és ebben az egyik elem egyébként Navracsics. És egy plusz elem az, hogy Orbán Viktor fejében ebben a játékban mi hol állunk, mert te nem vagy elégedett Navracsics Tiborral, de Orbán Viktor pont ti úgy tudjátok, hogy hát azt mondta, hogy mindenki örüljön, hogy Navracsics Tibort egy ilyen európér embert küldünk oda, mert hogy ha ő nem tetszik, akkor küldhetünk egy kurucosabbat is. Hát ez a politikai játéknak, nyomásgyakorlásnak a része, tehát teljesen egyértelmű, hogy ebben a helyzetben mindenki, tehát minden szereplő, a pártcsaládok, Jean-Claude Juncker, a bizottság többi szereplői, maguk a nemzeti kormányok is megpróbálják a színfalak mögött a politikai sakk játszma szabályi szerint játszani a dolgot, és abban az értelemben fenyegetéseket, jelzéseket, ajánlatokat küldeni, és ugye Orbán Viktor és a magyar kormányra az elmúlt 4 év előtörténete alapján hihető, hogy ha éppen olyan politikai helyzetben lavírozza magát, vagy olyan helyzetbe kényszerítik az értelmezés kérdés, akkor hajlamos nagyon megmokacsolni magát, és még keményebben beleállni, tehát aztán meglátjuk, hogy kirántja előbb félre a kormányt, vagy egyáltalán ilyenre sor kerülni, azért abban se vagyok biztos, hogy ilyen típusú visszalépésre sor kerül. Ezek nagyon illedelmes testületek, szóval itt azért ilyen nagyon komoly dolgok nem szoktak történni, és hát igazából tényleg tulajdonképpen lefocizzák a saját területükön. Engem mégis azt gondolkodtat el, hogy kimegy Navracsics Tibor a meghallgatásra, és azt mondják neki, hogy mégiscsak csúnya dolog volt azt a médiatörvényt megcsinálni, amit gyakorlatilag megszüntette a sajtószabadság egészét Magyarországon, tehát most már, hogyha akarná a kormány bármit megtehetne a sajtóorgánumokkal, és Navracsics Tibor erre azt tudja mondani, arra az egyéni képviselő indítványra megszavazott, által is megszavazott törvényre, hogy az én álláspontomat nem képviselte. Na most akkor nekem az a kérdésem, hogy ki kényszerítette Navracsics Tibort arra, vagy mi az a külső tényező, ami miatt ő nem tudta a saját politikai álláspontját érvényesíteni, miközben egyébként az ő munkája semmi más, mint hogy értékeket képviseljen, és azokat érvényesítse. Nem tudott félrerakni a miniszteri fizetéséből eleget, hogy a munkanélküli időszakot, amíg szerez egy kutatóintézeti pozíciót, vagy a fene tudja, mit addig kihúzza, vagy mit tette ezt Navracsics Tiborra? Ilyen kérdések lehet, hogy felmerültek az uniós meghallgatás során. Tehát akkor az ez milyen képviselet? Tényleg, akkor küldjünk oda egy társült krumplit, az őszinte. Én mélységes híve vagyok az emberi lélek változásainak, és az, hogyha valami jó történik, akkor azt támogatni kell. Tehát lehet, hogy Navracsics Tibor úgy gondolja, hogy akkor az egy rossz döntés volt, azért akkor neki volt konfliktusa az ügyben, médiahatóság ügyben, kisebbségbe került a saját álláspontjával a frakción és a kormányzaton belül, és ilyenkor ez mindig egy politikusi dilemma, miért többet a lojalitás, vagy ebben a konfliktusban nem éri meg a szakítás, ő hozott egy döntést, amit most már láthatóan ő is fájlal, de azért pillanatra, amit említettél, hogy sajtószabadság konkrétan médiatörvény összefüggésében, tehát azért olyan jogszabályról beszélünk, amit Európai Bizottság, Európa Tanács számtalanszor átvizsgált, maga a magyar kormány egyébként magyar kormány retirált végén, és Törmond Jagland, az Európa Tanács főtitkára nagyjából 1 évvel ezelőtt elmondta, hogy a hosszú, néha érdes viták ellenére most már olyan formában van Magyarországon a médiaszabályozás, amely elfogadható az ő számára. Tehát rengeteg probléma van azzal, amit mondjuk a magyar kormányzat ezen a területen eredetileg eltervezett és megcsinált, de azért azt is látni kell, hogy miközben politikailag hatalmas nagy harsonázás és szó kísérte magát az aktust, tehát magát a törvényhozás folyamatát, majd az ezzel kapcsolatos európai vitákat, akkor, amikor ebből retirálás volt, törvénymódosítás, kinevezési jogkör kapcsán, minden egyéb kapcsán, mondjuk a Nemzeti Hírközlés és Médiahatóság kapcsán, akkor abban az esetben nem volt ez a politikai haber, és most már sokkal, szerintem sokkal inkább
óvatosabb egyébként maga az Európai Unió is ebben a kérdésben, mert hogy azokban a kérdésekben, amelyeket ő a biztos révén, vagy akár az Európa Tanács révén rámutatott, hogy ez nincs rendben, az nincs rendben, amaz nincs rendben, a magyar kormány és a magyar parlament többsége is egyébként módosításokat eszközölt, csak ezekről keveset beszélünk. Én a jelenlegi formáját megnézve a médiatörvénynek azt gondolom, hogy ez is egy nagyszerű bizonyítéka annak, hogy az Európai Unió mennyire egy inkompetens szervezet, és még ennyire húsba vágó ügyekben sem képes igazán karakánul kiállni. A jelenlegi médiatörvény elfogadhatatlan, és a garanciája annak... De mit kellett annak volna még tennie? Csinálni egy tisztességes médiatörvényt. Tehát az a szabályozás, ami lehetővé teszi, hogy bárkit egy pillanat alatt tulajdonképpen bármilyen mondva csinált indokkal anyagilag tönkre tegyenek média fenntartón, az nem szabályozás. Náraúj Réka, tehát 2011 elején európai parlamenti képviselők üres címlapokkal tüntettek a brüsszeli ülésteremben, mondván médiatörvény miatt ez lesz Magyarországon. Magyar kormány azt mondta, hogy ez nem lesz, kedves barátaim, de egyébként mi hajlandóak vagyunk az általatok Európai Bizottság által kifogásolt részeket módosítani, vannak üres címlapok cenzúra miatt, vannak újságírók börtönben, ez mind elhangzott, ne haragudj. Valóban nem a médiatörvényt használták fel, például amikor az Origó főszerkesztőjét eltávolították, meg is lehet nézni pillanatnyilag az Origót, hogy 2 hónap alatt hova jutott, ez már nem média. De bocsánat Réka, akkor most csúszkálunk, tehát van egyfelől a médiatörvény, tehát abban megállapodhatunk szerintem, hogy nem szüntette meg a sajtószabadságot, másfelől van sokfajta politikai nyomásgyakorlás Magyarországon is, másutt is, ilyen volt is korábban, ha van ilyen most ugyanúgy elítélendő, mint korábban volt, de ez nem a jogi, te nem tudsz olyan médiatörvényt csinálni a világon, és nincs olyan médiatörvény világon, amely a politikusi, vagy akár a gazdasági nyomásgyakorlást kizárja a sajtó életéből. De tudsz olyan médiatörvényt csinálni, ami nem teszi lehetővé ilyen mértékben, hogy beépítsék az újságírók az öncenzúrát a munkájukba. Ennek a médiatörvénynek az a funkciója, hogy az újság kiadója, szerkesztője és a munkatársai maguk cenzúrázzák előre mindazt, amit kiejtenek a szájukon, attól való félelmünkben, hogy holnap Réka, ne haragudj, nekem sokkal jobb véleményem van a szakmánkról, tehát én az elmúlt időszakban, hála Istennek, nem érzékeltem ilyesfajta öncenzúrát, én nem tudok olyan jelentős ügyről, akár kormánypárti politikusok visszaéléseiről, házvásárlásáról, politikai konfliktusokról, bármi egyébről, ahol egyébként a tudás megvolt a piacon a kollégáknál, hogy van valami ügy, de nem foglalkozunk vele, mert nehogy bajunk legyen. Én ilyesfajta dolgot nem tapasztaltam, pedig hát elég erőteljesen figyelj, és jól van ez így, tehát bocsánat, férjét is legyen. Ez nyilván függ a médium méretétől, típusától, tulajdonosától, lehet, hogy szerencsés helyzetben van. De Emilia, tehát azért egy plurális médiapiacról beszélünk. Tehát hogyha ne adj Isten, lenne ilyesfajta szándék valamelyik sajtóterméknél, hogy mi visszafogjuk magunkat, nehogy baj legyen. Egyébként szerintem a gazdasági nyomásgyakorlás kapcsán erről érdemes beszélni. Akkor látszik, hogy van internetes portál, van televízió, van nyomtatott sajtó, ami úgyis ki fogja hozni persze, a sztorit, és amely olyan súlyú, akkor mindenki foglalkozik vele. És az elmúlt 4 évben ez történt meg. Na jó, de azért nem mindegy, hogy bizonyos csatornák hány emberhez jutnak el. Hát szerintem például kereskedelmi tévét nagyon sokan néznek Magyarországon. Kereskedelmi tévéje válogatja, királyi tévét viszont nem nagyon sokan néznek Magyarországon, mert az egy pártszócső. Tehát akkor magyarán nem arról van szó, hogy agymosás történik. Közvetlenül. Tehát akkor magyarán a magyar kormány, semmilyen magyar kormány nem képes az emberek agyát átmosni, hiszen te is említetted, kevesen nézik a köztévét, ami a mindenkori kormánynak a ható sugarában van. Mondjuk most leginkább a Rákosi korszakhoz hasonlít az ottani média felfogás. Vigyázz, Rákosi korszakban nem volt televízió. A média felfogás. Na jó, de akkor igen, tehát hogy az jogos, hogy az állami tévén keresztül nem megy ez a fajta agymosás. Ugye most van egy kereskedelmi tévé. Nem megy? Jézusom, nem megy olyan, nem megy olyan hatékonyan, mert hogy nem ér el annyi emberhez. Igen. És van egy kereskedelmi tévé, ami mostanában megtalálta a politikai híreket. Mondjuk ez az is elgondolkodható, hogy az RTL Klubnak miért kellett sok milliárdos adó által fenyegetve lennie ahhoz, hogy felfogja, hogy egy médiavállalatnak felelőssége van abban, hogy az igazságot azt megmutatja, vagy sem. És az kizárólag tehát akkor az lehet, hogy nem az igazságot szolgálja, hanem a saját érdekeit? Az abszolút is elképzelhető? Persze, azért itt azért térjünk vissza Navracsics Tiborra, aki azt mondta, hogy a média szabadsága, sokszínűsége kulcsfontosságú, és hogy sajnálatos, hogy a kormány ezt korábban nem vette eléggé figyelembe. És amikor ezt a választ fogalmazhatták, nagyjából akkor mondta el Lázár János itt az ATV-ben azt, hogy a reklámadónak nyilvánvalóan az a célja, hogy megregulázza azt a kereskedelmi tévét, az RTL Klubot, amelyik nem fizet adót, nem teljesíti rendesen a közteherviselési feladatait. Miközben ez nem így van? Nekem az a problémám ezekkel a politikusi nyilatkozatokkal, amelyek
És ezt azért mondom, mert a média törvényen ugyanez volt a problémám 2011-ben, tehát amit meghirdetnek célként, közérdekű célként, és ami eszközt választanak hozzá, az két teljesen különböző dolog, és előbb-utóbb, hogyha csak is kizárólag politikai szándék van mögötte, akkor úgy is kilóg a lóláb. Tehát most ez egy nyilvánvaló politikai küzdelem, amelyben ilyen eszközöket alkalmaznak. Én az RTL Klub részéről megmondom őszintén, hátrálási szándékot nem látok, ugye a tulajdonos képviselő is világosan mondta, hogy akármi lesz, ők maradnak. Most ezek után az ilyen típusú politikai szkanderezést, ki fizet, ki nem fizet, lesz-e alkó a végén, nem lesz alkó a végén, miben állapodnak meg, miben állapodnak meg. Szerintem ezek a kormányzatnak is kellene tanulni abból, hogy ha megnézi, a lehető legtöbbet veszített azon, annak idején az Európai Uniós elnökségét egy ilyen ügyjel, a médiatörvény ügyével kezdte, amiben bizonyos pontokat joggal lehetett kifogásolni, amely maga által tudhatóan is kifogásolhatóak voltak, és vissza is jöttek vele, de az a kár, amit ezzel szenvedett, azt egyébként jó, de láthatóan nem tanul ebből a kormány. Hát nincs még azért a történetnek vége, tehát én azért azt mondanám, hogy... Még az RTL tud olyan sztorit robbantani, ami nagyon érzékenyen eltalálja. Láthatóan a jelenlegi kormány semmilyen viszonyban nincsen a magyar társadalmi valósággal, tehát nem látok olyan ügyet, ami komoly hatást gyakorolt volna rájuk. Tényleg úgy mennek előre, mint a bolsevikok, annak idején van valami agyrém a fejükben, és ezt megvalósítják tűzön vízen el. Ebben egyébként nagyon nagy segítségükre van az intézményes baloldalnak nevezett maffia banda maradéka, mert hogy nincsen nekik ellenzékük. Ha volna ellenzékük, akkor nyilván nem szabadulhatnának el ennyire, de hát csupa inkompetens idióta szaladgál a baloldalon, a nagyon kevés kivételnek tisztelet, de hát azok még nem különösebben falsú. Úgyhogy nyilván nyert helyzetük van, semmi nem kényszeríti őket erre. Az RTL Klub akkora hadjáratot folytat, amekkorát akar, de nincsen kompetens párt, aki leváltsa a Fideszt. Volt azért meghátrálás, vagy hát módosítás azért bőven, ugye ennek nem volt akkora média viszony, de nem csak a média törvényre utalok, tehát ha emlékeztek a hallgatói keretszámok ügyére, a választási regisztráció ügyére. Tehát ez a azért, kettő volt. Azért van, az, majd, a, van az a politika is. Van az, tehát azért a politikus egy dologból ért, az erőből. És abban egyetértek veled, hogyha az ellenzék részéről nem érez erőt, a mindenkori kormányzat akkor hajlamos a muszkliai mutogatásával múlatni az időt, de azért erőt ki tud fejteni a sajtó, ki tud fejteni egy televízió, ki tud fejteni különfajta akár ágazati érdekcsoport, amely képvisel valakiket, vagy civil szféra ki tud fejteni erőt, és ebben az esetben azért a politika képes az erőből érteni. Megnézzük, hogy a civil szféra mekkora erőt tud kifejteni, ez a második témánk. Lázár János szerint a norvég kormány nem segít, hanem hisztérikusan reagál a civil ügyekre. A Heti Válasz soros számot emlegett. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két abszolút érintett vendégünk van, mert hogy Bálint írt pár hete egy cikket erről a témáról, és Kinga pedig most akkor hogy fogalmazunk meg pontosan, hogy civil újságírásban utazol, és ilyen fronton érintett vagy a civil. Én egy független újságíró vagyok, aki arra szakosodtam, hogy nehezen elmondható civil témákat dolgozzak fel ilyen aprólékos munkával. Jó, legyen az ilyen-olyan szabályozás vagy szociális munka apró részletei, és ilyen formán azok az emberek, akikkel együtt dolgozom évek óta, főként ugye alanyaim, akiket megjelentek, interjú alanyok és a többi, azokat most ez elég keményen érinti. Elmondom, hogy van egy mondat, amiben Bálint nagyon jól összeszedte, hogy hogy gondoltok ti, illetve hát talán a kormány is valahogy hasonlóan fogja fel a civil szervezeteket. Nem civilek, hanem liberális aktivista csoportok, leginkább külföldről finanszírozott, széles tagsággal nem, de fizetett profi munkatársakkal annál inkább ellátott, a liberális valóság értelmezés témái iránt elkötelezett, kormányellenes indulatokkal hevített, jól behatárolt aktivista kör, amely leginkább PR okokból nevezi magát civilnek. Nagyon szép. Akkor az első kérdésem, mi az, hogy igazi civil? Az igazi civil az a bokorültetőtől a népdalkörig, meg a katonasi simogatóig terjed. Visszakérdezek, a civil az egy olyan dolog, ami teljesen érinthetetlen, kritizálhatatlan, és véletlenül sem szabad felvetni, hogy egyébként milyen esetleges háttér érdekek mozgatják, amelyek egyébként a politikánál rendszeresen felmerülnek. De abszolút meg lehet kérdezni, csak tudod, van az a fajta újságírás, amit mondjuk a Dezső Andrés csinál, az hasonló ahhoz, amit te csinálsz, ő is városi legendákra szakosodott, csak ő azt csinálja, hogy fog egy városi legendát, és felgöngyölíti, és megírja, te meg most
azt csináltad, hogy fogtál egy városi legendát, és megjelentetted a neved alatt, anélkül, hogy utána jártál volna. Elolvastam, és olyan, tehát tényleg az az izraeli NGO figyelő szervezet, akit idézel, az speciál az izraeli kormány által alapított NGO bemocskoló szervezet, és kifejezetten szélső jobboldali álláspontja van. Az az alapvető problémája például az ott Soros által finanszírozott civilekkel, hogy az általuk embargó alatt tartott palesztinoknak segítenek mondjuk közlekedni. Neked sokkal... Ilyen szörnyűségeket követnek el, és te egy ilyen szervezetre hivatkozol. Bocsánatot kérek, tehát ha állításnak van igazságtartalma, ne adj Isten, ha valaki egy kormánynak dolgozik, attól még lehet igaza. Tehát az a tény, hogy van a magyarországi civil világnak egy jól behatárolható része, amelynek egyébként láthatóan témák fontosak, ez nagyon helyes, semmiképpen nem szabad ellenük hatósági fellépéssel élni, ugye ezt bele is írtam a cikkbe, és abszolút ezt gondolom, hogy teljesen aránytévesztés ezzel politikai tőkét kovácsolni, hogy mondjuk 40 darab rendőr megy oda, nekik is be kell tartani a törvényeket, tehát nincs olyan, hogy érinthetetlen, csak azért, mert ő egy témával foglalkozik, és én egyébként azt nem gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban ne lehetne fölvetni, hogy egyébként van-e bármifajta legitimitása annak, amit ők csinálnak, vajon, hogyha legitimitás van, és van liberális valóságértelmezés, akkor ne lehetne velük mondjuk eszmei vitát folytatni ezekkel. Mit jelent a liberális valóságértelmezés, mondjuk az adatok nyilvánossága, hozzáférhetősége, közérdekű adatigénylés témájában? Tehát, nyilván az illiberális valóságértelmezés tükrében lehet ezt rendesen megvizsgálni. Ha megnézzük azt az összefonódást, ami a között van, hogy például a korábbi Soros 2007-ben Magyarországról kivonult Soros alapítvány döntéshozói köre ma hogyan osztja a civil pénz, ezeket a norvég alapos civil pénzeket, egyébként nem csak Magyarországon, tehát ez több országban így van, és megnézzük, hogy ezek milyen témákat preferálnak, ezt egyébként maga Móri Veronika is elmondta, hogy ők egyébként keresztény konzervatív szervezeteket nem támogattak, mert másfajta célkitűzésük vannak, ez egy teljesen legitim dolog, szerintem ilyen van, legyen is, virágozzék minden virág, de akkor igenis lehessen elmondani, hogy ezek egyébként ideológia alapon szerveződő, mondjuk a családról csak kizárólag azt gondoló, hogy az az erőszaknak a melegágya, vagy bocsánat, mondjuk az abortuszról csak... Bocsánat, aki családon belüli erőszak áldozatainak segít, az a családról ennyit gondol? Tényleg ez hangzik el? Réka, aki Réka, nem fideszes, az bajnaista? Komolyan ez van? Réka, ne haragudj, tehát ezeket az egyszerűsítéseket visszautasítom. Most csak szeretném azt mondani, hogy amikor az országgyűlés elfogadta a családon belüli erőszak tényállását, akkor mindenki megszavazta, minden párt mellette volt egy népi kezdeményezés, senki nem állt ellene, nem mondta azt, hogy ez egy rossz dolog. Természetesen nem arról van szó, hogy a családon belüli erőszakot bárki is fenyegetni akarná, csak azt mondom, hogy van olyan valóságértelmezés. De a családon belüli erőszakot fenyegetni akarjuk. Vagy a családon belüli erőszak elkövetőit, így van. Csak hogyha egyébként számos más esetben ezek a szervezetek kormányellenes politikai célokat követő szervezetekként mutatkoznak, és ezt látjuk a Krétakör esetében is, amihez neked is volt némi között az elmúlt időszakban, akkor egyébként ezekről lehessen megírni, hogy az a civil máz, ami rajtuk van, vagy az a civil jelző, az lehessen megkérdőlezhető. Ismétlem, nem arról van szó, hogy politikai nyomást kellene rájuk gyakorolni hatóságokon keresztül. Szerintem ez nem helyes, de azért megkérdőjelezni, vagy bocsánatot kérek azt mondani, hogy oké, természetes, akkor legyen Norvég alappénz benne, legyen Soros alappénz benne, de egyébként ezeket írhassuk meg, lehessen róla vita, és lehessen róla vita, hogy egyébként más célokra miért nem mennek pénzek. Azért nem mennek, mert ezek ideológilag behatárolt célkitűzések és csoportok. Oké, bátran megírhatjátok, mondjuk megnézhetnétek néha közelebbről ezeket a szervezeteket, meg a tevékenységeket. Mielőtt elkezdtek róluk handabandázni. És itt hagyj jegyezzem meg, hogy a civil szférának a definíciója az, hogy ellenőrzi a mindenkori végrehajtó hatalmat, és egyébként ellenőrzi az ellenzéket is. Tehát nem értem, hogyha egy civil szervezet vagy civil szerveződés politizál, ami egyébként az ő alapító delegációja erre jött létre, akkor ettől miért kellene tőle megvonni a civil jelzőt, arra való, amire egyébként te is, mint újságíró való volnál, hogy számon kérd a valóságot azokon, akik a hatalmat gyakorolják. Ez neki a lényege. Nem ettől lesz nem civil, attól lesz nem civil, hogyha kormány pénzeli. De bocsánat, azt föl lehet tárni egyébként, hogy olyan pénzek, olyan támogatások vannak mögötte, amelyek egyébként Magyarországon konkrét politikai célkitűzést támogatnak. Tehát Soros Györgyről, amikor beszélünk, ő ezeket a szervezeteket is támogatja, akár 70-80%-ban. Hazai és haladásnak a finanszírozását az elmúlt 2-3 évben 70-80-90%-ban Soros György vagy az amerikai demokrata párthoz köthető szervezetek végezték. Tehát én ettől állati szomorú vagyok, és nem gondolom.
van. A politikai befolyás szerzésének meg nem csak az a forma, így volt miniszterelnököknek egyébként a alapítványait finanszírozzuk, hanem bizony politikai befolyás szerzés az, hogyha szervezeteket pénzünk, amelyek az általad is említett módon fellépésképtelen ellenzék helyett ellenzéket játszanak. Van kicsit ilyen. Más elképzelésünk van arról, hogyha valaki több pénzt kapsz, akkor mivel tartozol cserébe? Én azt gondolom, hogy ha valakitől pénzt kapok egy jól körülhatárolt szakmunkára, például érdekképviseletre, akár politikai érdekképviseletre, mert nincs, aki ellássa, mert Magyarországon a baloldal az egy trágyadom, és ezt valakinek meg kell csinálni, és ellenzékének, a civilnek is kell lenni, mert a politikai ellenzéken is be kell hajtani a saját ígéreteit. Én azért cserébe nem tartozom lojalitással, ellentétben Navracsics Tiborral, aki megszavazza azt is, amivel nem ért egyet. De egyébként miért baj, hogy annak nevezzük? Hát te most leírod a politika aktivista lényeget. Közpolitikai tevékenységet folytatni, civil tevékenység. Csak akkor egyébként lehessen megírni, és hozzáteszem azt, a politikusokról nagyon sok rosszat mondunk. Közpolitika, te meg azt mondod, hogy pártpolitika. Tehát a politikusokról nagyon sok rosszat mondunk, te is említettél most néhány jelzőt, sok esetben igazunk van, tehát ennyiben hagyd dicsérjen meg önmagunkat, de egy nagyon fontos dolog van, a politikusnak mindig el kell számolnia. Legkésőbb 4 év múlva az ő házáról, a politikai döntéséről, minden egyébről el kell számolnia. Annak a szervezetnek semmifajta demokratikus legitimitási elszámolási kötelezettsége nincs. Bárki létrehozhat, bárki takarózhat civil jelzővel, takarhatja az önös céljait, láttunk már ilyet bőven Magyarországon meg máshogy is, és innentől kezdve szerintem minden további nélkül lehet. Az általad említett szervezet esetében, én jól érzékelem, ez a tényfeltáró munka el van végezve. Nagyon helyes. De akkor ez a tényfeltáró munka el lehessen végezve más esetében is. A civil szervezetek el kell számoljanak a tevékenységükkel, a bevételeikkel, a kiadásaikkal, és azzal, hogy mindez milyen célt szolgált. Szóval ilyen szempontból van elszámoltathatóság, keményebb egyébként, mint a politikusok esetében, akiknek itt-ott véletlenül kinő még egy-két szoba a lakásán, és hát úgyse történik a dologból semmi. Jobb a véleményem azért a közvélemény nyomásáról ebben az esetben. Tehát én választások eredményét ezzel a szemmel... Én nem látom sorra bukni a politikusokat, amiért kiderültek a disznóságaik. Még a vakkomandor után sem bír ember megbukni, ez különösen emblematikus szerintem. Elveszítette a mandátumát. Szuper. Tehát azért bármikor a politikusnak ez egy elég komoly. Kiült a frakció. Jó, térjünk vissza a civilekre. Bármikor éreztél te olyat, amit a Bálint mond, hogy politikai befolyásszerzés miatt kaptok ti valamilyen támogatást, bárhol, ahol megfordultál? Természetesen kaptunk ilyen ajánlatokat. Nem tudom, hogy az összes civil szervezet hogyan viselkedik. Azok a civil szervezetek, akikkel én valaha dolgoztam, és azok nagyon sokan vannak, azok soha nem fogadtak el ilyen pénzeket. Elkövettük azt a hibát, hogy az EU strukturális alapos támogatások, amik egy fontos bevételi forrása voltak annak a civil szférának, akik például a kriminális magyar közoktatás hibáit foltozzák be, vagy a nem létező magyar állami környezetvédelem helyett végzik el azt a munkát, ami az életben maradásunkhoz szükséges. Ezeknek a pénzeknek az elszámolásához és a projektek teljesítéséhez valóban túlzottan szolgáltató jellegűvé vált a magyar civil szféra. Elkezdtük elvégezni az állam feladatait, ahelyett, hogy iszonyú keményen behajtottuk volna a magyar államon, a mindenkori kormányon és annak ellenzékén és intézményein azt, hogy tisztességesen lehessen élni ebben az országban. Nagyon nagy hiba, hogy most ezeket a munkákat mi végezzük el, és még ugráltok a fejünkön azért, hogy ezért pénzt kapunk, mert életben kell maradnunk közben. Ezt a hibát elkövettük. Én olyan szervezetről a magam környezetében nem tudok, amit nevetett volna ki magából a civil szféra, aki ilyen pénzeket elfogadott volna. Tudok áll civil szervezetekről, kétségtelen. Egy mondat. Uff, szerintem erről még fogunk akkor beszélgetni, ez hosszabb kifejtést igényelne. Jó, akkor legyen így, köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek köszönöm szépen a figyelmet, most következik a híradó és az egyenes beszéd, szép estét!